2000 szűrés. 40 helyszínen várták az érdeklődőket Nyíregyházán a Richter Egészségváros programján. Még van szabad hely, október közepétől lehet felállítani a vármegye székhelyen a sátorgarázsokat. Népművészeti forgatag, szólt a népzene, járták a táncot, készültek az alkotások Nagykálluban. Mint egy 2000 szűrés, közel 200 orvosi rendelésre küldött páciens, tanácsadások, családi programok, többek között ezt nyújtotta a Richter Egészségváros azoknak, akik szombaton Nyíregyházán ellátogattak a rendezvényre. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Emellett több mint 19 millió forint adományt gyűjtöttek össze a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktatókórház javára. Ez egy nagyon régóta masszívan dohányzó, emberi tüdőt szimuláló marha tüdő. Kolléganők elkezdik pumpálni, és azt láthatjuk, hogy egyrészt nem működik egyformán a két tüdőlebeny, van egy csökkent tüdőkapacitás, illetve láthatjuk azt, hogy az egészséges tüdő helyett nem rózsaszín a szín, hanem egy fekete, mert ugye a dohánytermékekben lévő kátrány az ilyen szinten lerakódik, és így elszínezi a tüdőknek a hörgőit. A dohányzás káros hatásaival is szembesülhettek azok, akik felkeresték a 40 sátor valamelyikét. Ezen kívül az érszűkület vizsgálattól a nőgyógyászati tanácsadáson át a migrénszűrésig számtalan helyszínen várták az érdeklődőket. A Richter Egészségváros program 2009-ben indult, a nyíregyházi pedig már a 106. állomás volt. Több mint 200 ezer szűrést hajtottunk végre ezek alatt a rendezvények alatt, és voltak olyan visszaméréseink, ahol néztük azt, hogy az aznap kiszűrt páciensek, nagyjából 200 olyan eset van naponta, akiknek orvoshoz kell fordulniuk, valóban elmentek-e orvoshoz, és utána a megfelelő betegúton végigmentek-e, és azt tudjuk mondani, hogy szerencsére az első alkalommal mindenképp ott voltak, és utána megfelelő kezeléshez is jutottak, hogyha volt erre szükség. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktatókórház főigazgatója a prevenció fontosságára hívta fel a figyelmet. A születéskor várható élettartam és az egészségben eltöltött évek száma ugyan folyamatosan nő, a vármegye az országos átlaghoz képest kicsit rosszabb helyzetben van. Kórház főigazgatóként gyakran beszélek arról, hogy bár meglepő lehet, de a kórház számára nekünk nagyon fontos az, hogy a lakosságnak az jó egészségben eltöltött betegségmentes életszakasza minél hosszabb legyen. A prevenció az gyakorlatilag ennek az eszköze, ezért a kórházunk is, mint a legtöbb kórház a mai világban, komoly hangsúlyt fektet arra, hogy prevenciós rendezvényeket támogasson. Nekünk egyébként van 6 darab EFI irodánk, ez az egészségfejlesztési iroda elnevezést rövidíti, 2018 óta mind az 5, illetve 6 telephelyünkön, ahol gyakorlatilag ezeknek a kollégáknak az a feladata, hogy rendszeresen szervezzen egészségmegelőzés, vagyis egészségmegőrzés és betegségmegelőzéssel kapcsolatos programokat. Nyíregyháza alpolgármestere arról beszélt, hogy a városlakóknak egyre több lehetőségük van az ingyenes szűrésekre. Ez a program jól illeszkedik Nyíregyháza irányvonalába, hiszen a sport az alapja mindennek, és egyre több szűrőprogramot kapcsolunk hozzá, elég csak a tavalyi novemberi Fit Város programra. 21 szűrési lehetőséget biztosítottunk, hogy áprilisban volt az egészséghét, amikor egy hétig rengeteg szűrés volt, és minden, főleg az időseknek szóló sport és egyéb programokhoz mindig hozzákapcsoljuk a szűrést, tehát ez Nyíregyháza város részéről nem egy kampány jellegű dolog, hogy most kapcsolódjunk hozzá, hanem tulajdonképpen egy jól kiolvasható trend. A rendezvényen mintegy 2000 szűrést végeztek el. Közel 200 személynél találtak olyan problémát, ami miatt orvoshoz küldték őket. Egy-egy szűrés, tanácsadás vagy meghallgatott előadás 500 adománypontot ért. Így a Richter által felajánlott 3,5 millió forint 19 millió 136 500 forintra egészült ki, amit az árnyékolás technika fejlesztésére fordít majd a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktatókórház. Október 15-től április 15-ig állíthatják fel sátorgarázsaikat azok, akik kérelmét pozitívan bírálták el Nyíregyházán.
Az idei szezonban a bérleti díj havonta 5000 forintba kerül, és továbbra is fontos kitétel, hogy csak ingyenes parkolási övezetekben lehet majd így parkolni. A Ponyva garázsról és annak felállításáról pedig a gépjármű tulajdonosnak kell gondoskodnia. Itt van az ősz, itt van újra, ahogy a költő mondja, de a szabad ég alatt nem mindenkinek marad ugyanolyan szép az autója. Először csak a falevelek, később a hótakaró okozhat bosszúságot az elindulásnál, ezért aki nem talál épített garást, az sátor, illetve ponyvagarás felállítása mellett dönt Nyíregyházán. Lehet sátorgarást felállítani, a rendelet lehetővé teszi, kizárólag nem fizető és merőleges kialakítású parkolókban. Október 15-től április 15-ig, tehát a fűtési szezonban lehet ezeket a garázsokat használni. Társaságunk kizárólag magára a parkolóhelyre köti a szerződést, tehát a sátorgarázsról a gépjármű tulajdonosának kell gondoskodnia. A Szabolcsi Vármegye székhely területén nem ritka, hogy egy garázs bérléséért akár 30000 forintot is elkérnek havonta. Ezzel szemben egy sátorgarázs használatához szükséges állandó parkolóhely bérleti díja 5000 forintba kerül. Bár ezeket csak olyan helyeken lehet igényelni, ahol egyébként ingyenes a parkolás. Barca Balázsné azt mondta, folyamatosan érkeznek hozzájuk a beadványok, és bár a szezon alatt bármikor el lehet kezdeni a bérlést, a legtöbben egy egész szezonban gondolkodnak. Jelenleg 160 darab sátorgarázsra kötöttünk eddig szerződést. Folyamatosan várjuk a beérkező kérelmeket, természetesen jelentősen több nem fizető parkoló van, ahol egyébként lehetne sátorgarást felállítani, de jellemzően a Józsavárosban, az Örökösföldön és az Érdkertben, tehát a lakótelepeken igénylik a legtöbben. A sátorgarázs bérlésénél további kritérium, hogy a parkoló merőleges kialakítású és szilárd burkolatú legyen. A felállítás után pedig ügyelni kell a megfelelő jelzések feltüntetésére. Az interneten elérhető országos kínálatban 90000 forinttól indulnak a ponyvagarázsok árai, majd mérettől és kialakítástól függően határa csillagos ég. Az országos hírű nagykálói néptánc találkozó kistestvéreként rendezték meg szombaton, már harmadik alkalommal a népművészeti forgatagot. Többek között szőttek, fontak, horgoltak, csipkét vertek, és még kukorica csuhéból is készítettek alkotásokat a nagykálói népművészeti egyesület tagjai és a környékbeli mesterek. A színpadon pedig egész nap a muzsikája és a táncé volt a főszerep. A rendezvényen elhangzott, a városban talán nincs is olyan család, amely a múltban vagy a jelenben valamilyen módon ne kötődne a néptánchoz, a népzenéhez. Így szólt a Kállai kettős dallama a Rózsafa együttes citera muzsikájának köszönhetően a Kállai kettős téren Nagykállóban. Nyilván, mivel Nagykállóban vagyunk, a Kállai kettős muszáj, ugye Kodály Zoltán 1926-ban gyűjtötte itt fel Nagykállóban. Háromszor jött el, senki nem tudja. Elsőre eljött, senki nem volt, aki megmutatja neki. Másodjára a református kántor összepróbált szedni valakit, csak valamilyen öregek voltak már, akik tudták, nem sikerült, és harmadjára meg sikerült a táncot és a zenét is bemutatni. Tehát nekünk ez egy ilyen ősi hagyaték, magyarul ilyen, mint a himnuszunk lenne. Tehát nagy kállóba a Kállai kettős. De nem csak ez a muzsika szólt az együttestől. Jábor Zsejke Anna 15 éves, 7 éves kora óta tagja a citera együttesnek, hivatásos néptáncos szeretne lenni. Nagyon vonz a népzene és a néptánc világa, és az, hogy ezt én is tudom csinálni, és nem csak hallgatni, megnézni, az feltölt. Jó zenére, jó hangulatban készítette a nagykállói Tordai János fafaragó szobrát, de szőttek, horgoltak, csipkét vertek, és még kukorica csuhéból is készítettek alkotásokat a Nagykállói Népművészeti Egyesület tagjai. A rendezvényen elhangzott, a városban talán nincs is olyan család, aki a múltban vagy a jelenben valamilyen módon ne kötődne a néptánchoz, a népzenéhez. Nagy hagyománya van a településen az országos hírű néptánc fesztiváloknak is, amelyeket a jövőben újra szeretnének feléleszteni. 3 éve az akkori vezetők úgy gondolták, hogy hiánypótlóként ennek egy kisebb testvérét hoztak létre, ez a népművészeti forgatag, amikor egy nappal sűrítik, és akkor egy nap tánc, jókedv,
vannak nem annyira az országból, de Nagykállóból, Nyíregyházáról, megyéből, és a testvértelepüléseink is itt vannak. Limanova, Lengyelország, Tasnád, Románia, Técső, Ukrajna, Borsi, Szlovákia, és akkor ők is bemutatják itt a népi mesterségeket, és ugyanúgy lehet látni, akkor ugye kis árusok vannak, és a nagykállói fiatalok, ami nagyon színbelengető, több gyermek és ifjúsági csoportunk is van, egészen a óvodás korosztálytól, és ez ad erőt ahhoz, hogy tovább folytassuk, és kimondjuk azt a tézist, vagy tételt, hogy mindenképpen szeretnénk, ha újra lenne néptáncfesztivál, országos sűrű néptáncfesztivál. Vannak olyan gondolataink is itt a fiatalságra gondolva, hogy ifjúsági néptáncfesztivált csinálunk, egyik évben ilyet, egyik évben felnőttet. Estig tartott a néptánc csoportok bemutatkozása. A rendezvényt a Parnograszt együttes koncertje zárta. Kötetbemutató és számos előadás ismertette Vaján azoknak a családoknak a történetét, amelyek társadalmi vagy irodalmi szerepvállalása összefonódott a magyar történelemmel. A háromnapos rendezvényt idén is a Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület hívta életre. Mercs István, a Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület elnöke köszönti a megjelenteket a Vai kastélyban. Betegség miatt Molnár Sándor, a Vai Ádám Múzeális Gyűjtemény vezetője nem lehetett ott a rendezvényen, pedig az ő és felmenőinek, családjának neve egybefort a kastély múltjával és jelenével. 1964. október 4-én, tehát pont 60 éve nyitotta meg a kapuit az akkor Kuruc Vai Ádám Múzeum néven futó intézmény, itt a Vaiak ősi fészkében, Vaján, és most ugye a 60. évforduló jelenti az apropót. Ebben a hat évtizedben rengeteg minden történt ebben itt ezen a területen, itt ebben a komplexumban. A téma adta magát ugyanis a Vai család ősi fészke, a Vajai kastély, és a múzeum újranyitásának, vagy múzeum megnyitásának a szülőatya és a családja nagyon aktívan részt vesz mai napig ennek a gyűjteménynek az életében. Molnár Mátyás és családja nevéhez fűződik az elmúlt 60 évből, szerintem nem számoltam ki pontosan, de tulajdonképpen 50 legalább. A program egésznapos elfoglaltságot kíván és lehetőséget az eszmecserére. Mercs István azt is elmondta, igyekeznek közérthető, szórakoztató előadásmódban bemutatni a történelmi családok valóságát és olykor mítoszait. Tehát a család történet innen jött, és hát a család az része az identitásunknak, alapvetően határozza meg a létünket. Van, aki ebből mítoszt farag, van, aki pedig azt szereti, hogyha lecsupaszított tényekben a realizmushoz húzóan beszél a családról, de az, hogy a család az alapvető személyiségünknek az alapvető meghatározója, az egyértelmű, és akkor ezért adtunk ilyen kicsit bigflakkos címet ennek a konferenciának, hogy családi történetek, ugyanis minden család őriz olyan történeteket őseiről, hozzátartozóiról, amelyek családon belül a megtartó erőként működnek, és különösen érdekes ez akkor, hogyha elmúlt koroknak a család történeteit vizsgáljuk. Tehát voltak éppen lesz egy kicsit kuriózum előadásunk is, ugyanis túlvilági család egyeztetésekről is fog beszélni az előadónk Traskóczi Eszter, Dante isteni színjátéka kapcsán. Tisza Sándor Rajmund polgármester arról beszélt köszöntőjében, hogy miért is fontos a település lakói számára a kastély múltja, jövője is jelene. Ez az épület azt gondolom, hogy a helyi kultúra központja, a település szimbóluma, országszerte is, hiszen a címerünk is tartalmazza, annyira híres az épületünk, hogy talán az országban erről ismerik Vaját, és mint az Alföld egyetlen reneszánsz kastélya, erre nagyon büszkék vagyunk, és ezeket szeretnénk ápolni a jövőben is, hogy az intézmény minél jobban megismerjék. Ezt támogatja az önkormányzatunk is, bár ugyan állami intézmény, a Nemzeti Múzeum része a Vai kastély, de nagyon jó az együttműködés az intézménnyel, az intézmény vezetőjével, Molnár Sándorral, akinek az édesapja alapította ezt a múzeumot, és hát ez a helyi kulturális élet motorja lett az elmúlt 6 évtizedben.
A háromnapos konferencián kirajzolódott az az ismert tény is, hogy a személyiség alapvető formálója a család. Ezt támasztották alá az elhangzott élettörténetek is. Az út, ezzel a címmel nyílt kiállítás Gyetván Magdolna textilművész munkáiból a Kálai gyűjteményben Nyíregyházán. A fali kárpitokból és festményekből álló tárlat különlegessége, hogy a textilművészetet kevesen választják hivatásként a képzőművészek körében, mivel egy-egy mű elkészítése akár egy évig is eltarthat. A kiállítás november 3-áig látogatható. A nyíregyházi művészeti szakgimnázium növendékei muzsikálnak a Kállai gyűjtemény legújabb időszaki kiállításának megnyitóján Nyíregyházán. A kiállítás az Út címet kapta, amely Gyetván Magdolna textilművész kárpitjain és festett kartonjain át enged betekintést a több évtizedes életműbe. A megnyitón a város részéről Halkóné dr. Rudolf Éva, házigazdaként pedig Dohanics László köszöntötte a vendégeket. A művészt barátnője, a Kölcsei TV műsorvezetője Bocskai Magda mutatta be a nagy érdeműnek, ezúttal nem portréfilmben, hanem személyesen. Végigkövettem tulajdonképpen magának a kiállítás elkészülésének a folyamatát, illetve hát mivel a televízióval készítettünk egy portréfilmet, beleláttam abba a küzdelmes munkába, és annyira közel kerültünk valóban egymáshoz, hogy életünk minden rezzenését tudjuk már, tehát az embert szerettem volna megmutatni. Gyetván Magdolna több mint 40 éve él és alkot Nyíregyházán, számos kiállítása volt már. Ennek ellenére úgy érzi, a textilművészet sokak számára ismeretlen és munkaigényessége miatt kevéssé népszerű műfaj. Ennek a készítési ideje rendkívül hosszú. Tehát egy képnek a készítési ideje az egy év, vagy annál is több időnként. Ezért igazából én nem szoktam túlzottan gyakran kiállítást rendezni, tehát most a legutóbbi is pár évvel ezelőtt volt csak. Nem, egyrészt azért, mert szeretnék mindig egy kicsit újat mutatni, de amikor bemutatom a munkáimat, akkor viszont szeretném a mögöttes dolgokat is láttatni a közönséggel. Az egyes alkotások alatt a művész különböző idézeteket helyezett el, amelyekkel az volt a szándéka, hogy kinyissa a nézők asszociációs mezejét. Hozzátette, sokan összetévesztik a házi goblen hímzést a fali kárpit szövésével, noha ez utóbbi egészen más technikát és speciális szövőszéket igényel. Ennek az alapja egy festett kép, ami tulajdonképpen olyan, mint egy festmény, ha itt a tárlaton körülnéz, akkor nyilván látható, és ez szövéssel készül, tehát a keretre, vagy a festőállványra, vagy a goblen szövőszékre függőlegesen felfeszített szálak vannak, amit tulajdonképpen a színes szálakkal kereszt irányba szövünk, tehát ez teljesen más. Nekem a mesterem Bakai Erzsébet textilművész volt, ő akkor az Iparművészeti Főiskola egyetemi tanára volt. Én tulajdonképpen az ő tanítványa vagyok, és tőle tanultam meg igazából, amit én a kárpitról tudok. Egyrészt a technikákat, és kérdezte, hogy mi a legnagyobb elismerés. Én ugye nem csak kárpitot szőttem, hanem korábban, néhány évvel ezelőtt, én még szőnyegeket is, tehát mindenféle textil, a textil minden műfaját kipróbáltam, tehát szőttem keleti szőnyeget, szőttem csomózott szőnyeget, sok minden. Gyetván Magdolna az Út című kiállítása november 3-áig várja az érdeklődőket Nyíregyházán a Kállai gyűjteményben. Vereséggel kezdte a bajnokságot a Fátum Nyíregyháza. Adrián Csilinszki együttese az Extraliga első fordulójában Békés Csabán kapott ki 3-0-ra. A nyíregyháziak szombaton a székesfehérvári MÁV Előre csapatát fogadják a Continental Arénában. Országos diákolimpiai döntőt rendeznek szerdán és csütörtökön Nyíregyházán. Az atlétikai ügyesség és csapatbajnokságon a 3. és a 4., valamint az 5. és a 6. korcsoport legjobbjai mérik össze tudásukat a Nyíregyházi Atlétikai Centrumban. A rendezvényen több mint 1000 versenyző áll majd rajthoz. A Diák Olimpia versenyrendszerében országos szinten mintegy 280 ezer tanuló vesz részt a 6 és 18 év közötti korosztályban. A fiatalok nemenként 6 korcsoportban, 18 sportágban vetélkednek azért, hogy eljussanak az országos döntőig. A röplabdázók januári fináléja után szerdán és csütörtökön az atléták döntőjének ad otthont Nyíregyháza.
Nagy örömünkre szolgál, hogy a korábbi országos döntő után ismét országos döntőt tudunk rendezni holnap és holnap után az atlétikai centrumban. Az MVM atlétikai ügyességi és váltófutó csapatbajnokságról van szó. Ahogyan a többi országos döntőt is korábban pályázni kellett a Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesületnek, hál' Istennek sikeresen pályáztunk, így kezdtük el a szervező munkát. Ennek eredményeként a versenyzők szállása, étkeztetése biztosított, a verseny szakmai lebonyolítását előkészítettük, sőt vannak már csapatok, akik meg is érkeztek, illetve a mai nap folyamán megérkeznek városunkba. Ki szeretném emelni, hogy a szervezésben a Vármegye önkormányzata és Nyíregyháza megyei jogúváros önkormányzata, a Nyíregyházi Sportcentrum, illetve a Nyíregyházi Szakképző Centrum nyújtott kiemelkedő segítséget. A két nap során a harmadik, negyedik és az ötödik, hatodik korcsoportban több mint 1000 atléta áll rajthoz. A csarnokba vitt magasugráson kívül valamennyi számot a szabadban rendezik meg. Várjuk a rajtpisztolynak az eldődülését, ami holnap délelőtt 11 órakor meg is történik. Azt kell mondanom, hogy nagyon sok versenybíró, közel 70 versenybíró lesz a pályán, és dolgozik, és még ehhez hozzátesszük az önkénteseket, akik segítik az ő munkájukat, úgyhogy olyan majdnem 100 fő az, aki segíti a verseny lebonyolítását. Azért van erre szükség, mert nagyon sok versenyző van, és korosztályonként szinte minden versenyszámban sok csapat indul. Ha csak egyet mondok, hogy például a távolugrásnál, a fiúknál és lányoknál is három csoportot kellett kialakítanunk ahhoz, hogy a versenyt le tudjuk bonyolítani, akkor ez már mindent megmagyaráz. És hát ahhoz, hogy tudjuk tartani a verseny időrendjét, az Atlétika Centrum az kiváló helyszín, hiszen minden ügyességi számban két helyen tudjuk lebonyolítani a versenyeket, hiszen Közép-Európában egyedülálló olyan létesítmény van itt Nyíregyházán, amit még a dunántúliak nem igazán láttak, és most remélhetőleg, hogy örömmel fognak majd ide jönni, és majd később vissza is jönni. Szerdán a középiskolások, csütörtökön pedig az általános iskolások állnak majd rajthoz az atlétikai centrumban. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei atléták hagyományosan jól szerepelnek a diákolimpiákon, így ezúttal is több éremre számítanak a felkészítő testnevelő tanárok. Kedves nézőink, híradunk végén, jöjjenek főhíreink még egyszer néhány mondatban. 40 helyszínen várták az érdeklődőket szombaton Nyíregyházán a Richter Egészségváros programján. Amint egy 2000 szűrés eredményeként közel 200 személynek javasolták, hogy forduljon orvoshoz problémájával. Ezen kívül több mint 19 millió forint adományt gyűjtöttek össze a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktatókórház javára. Október 15-től április 15-ig állíthatják fel sátorgarázsaikat azok, akik kérelmét pozitívan bírálták el Nyíregyházán. Az idei szezonban a bérleti díj havonta 5000 forintba kerül, és továbbra is fontos kitétel, hogy csak ingyenes parkolási övezetekben lehet majd így parkolni. A ponyvagarázsról és annak felállításáról pedig a gépjármű tulajdonosnak kell gondoskodnia. Népzenei és néptáncos hagyományokat elevenítettek fel Nagykálló főterén a hétvégén. A harmadik népművészeti forgatagon nem csak helyi néptáncformációk léptek fel, hanem a település testvérvárosainak táncosai is megmutatták tudásukat az érdeklődőknek. Emellett bemutatkoztak portékáikkal a környékbeli települések kézműves alkotói is. Október 8-a van, kedd, a Kölcsey Televízió híradóját látták, friss hírműsorral legközelebb szerdán este jelentkezünk. Addig is várjon Önöket a weboldalunk, ahol újra megtekinthetik a most elhangzott tudósításokat. Én már a munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Szép estét, viszontlátásra! Szerdán nyugatról kelet felé frontális felhőzet és gyengülő csapadék zóna vonul át, reggel délelőtt is jobbára erősen felhős vagy borult lesz az ég, és összességében sok helyen valószínű eső, zápor. Délelőttől csökken a felhőzet és kisüt a nap. Napközben 18-20 fokot mérhetünk.